A karcagi Nagykun Református Általános Iskolában Sósné Balajti Gabriella tanítónő munkaközösségvezetővel beszélgettünk a Küri Országos Matematika Versenyről és a tehetséggondozásról. Mint elhangzott, az iskolában kiemelt terület a matematika oktatás. Több éve különböző tehetségcsoportokat működtetnek, amelyek célja a tehetségek megtalálása és a velük való külön foglalkozás heti egy alkalommal. Kiemelt terület a matematika, több éve különböző tehetségcsoportokban működünk. Ennek egyik nagy célja a matematikai tehetségek felkeresése, megtalálása, és ezekkel külön foglalkozunk. Hetente egy alkalommal kerül sor, különböző versenyekre készülünk, és így próbáljuk a gyerekeket versenyekre felkészíteni, és különböző plusz feladatokat adni neki, olyan feladatokat, amik órán nyilván nincsenek. Ezek többlet. Az online versenyre szeptemberben normál módon kezdtek készülni. Hétfőnként 6. órában foglalkoztak a versenyfeladatokkal. Szeptemberben ugyanúgy kezdtük, ahogy eddig. Heti egy órába, hétfő 6. órába ültünk le, és foglalkoztunk versenyfeladatokkal. Hát az online tanítás során ez, megmondom őszintén, egy kicsit elmaradt, hiszen nem ez volt a legfontosabb feladat, hanem az órai tananyagot leadni. De nyilván ezeknek a tanulóknak próbáltunk mindig egy kicsit pluszt adni, hogy ne maradjanak el. A Curry matematika versenyre a tanítónő 6 gyereket készített fel, és ők képviselték ezt a korosztályt, és hozták el a legjobb helyezéseket. Legutóbb a Curry matematika versenyen vettünk részt, én 6 gyereket készítettem föl. Tulajdonképpen könnyű helyzetünk volt, mert erről a területről, csak a mi iskolánkról mentünk, mi 6-an képviseltük ezt a korosztályt, és mi hoztuk el tulajdonképpen az első 6 helyezést, és én nagyon büszke vagyok ezekre a tanulókra, akikkel már második éve foglalkozom. Az előbb említett gyerekeket nem nehéz a matematika iránt motiválni, mert nagyon szeretik a tárgyat és kedvel csinálják. Ezeket a gyerekeket, megmondom őszintén, nem nehéz motiválni, mert nagyon szeretik a matematikát és kedvel csinálják. Ha netán el kell halasztanunk egy-egy órát, akkor rögtön mondják, hogy ezt mikor fogjuk bepótolni, tehát ők szeretik és kedvel csinálják. Keserű Marcell, 4. osztályos tanuló szerint a matematika verseny annyira nem volt nehéz, csak néhol a szöveg volt furán megfogalmazva. Nem volt annyira nehéz, voltak benne könnyű feladatok, de pár feladatban megakadtunk. Az egész csapat. Mert esetleg annyira bonyolult volt, vagy nehéz volt? Hát nem volt annyira bonyolult, csak a szöveg volt furán megfogalmazva. Tehát nem volt egyértelmű? Igen, igen. És egyébként a matematikából melyik részt tetszik neked? Hát ugye az egész, a szorzások, osztások, azokat is szeretem nagyon, az egészet. És mennyit készültél a versenyre? Hát a tanítónéni adott mindig feladatokat, és azokat meg szoktuk oldani ott egyedül, otthon vagy együtt itt az iskolában. És amikor beadtad a feladatokat, akkor mit éreztél, hogy sikerült? Hát valamint úgy éreztem, hogy ez most nem sikerült olyan jól, hanem itt meg úgy éreztem, hogy ez most jó lett. És ez a megyei eredmény, ez most ösztönöz téged arra, hogy legközelebb még jobb legyél? Igen, igen. Igyekszem majd még jobban. A matek mellett mesemondó versenyre is megy, és várja az úszóversenyeket is. Mesemondó verseny, és hogyha a koronavírusnak vége lesz, akkor ugye kinyitnak az úszodák, és akkor úszóversenyek is. A tanulási idejét beosztja. Megvan egy határidő, addigra mindig kész lesz vele, és néha szorgalmi feladatot is csinál. Ezeket a feladatlapokat, meg a matek feladatházikat meg szoktam csinálni, amikor hazaérek, és ezeket a feladatlapokat beosztom, és ugye megvan egy határidő, és addigra mindig kész lesz, legalábbis általában. A szép szerepléseinek szülei is örülnek. Úgy indul el egy versenyen, hogy bármilyen is lehet az eredmény, az a fontos, hogy részt vett rajta. Balog Roland 4. osztályos tanulónak sem volt nagyon nehéz a verseny, melyre az órai készülés mellett otthon is gyakorolt. Neki a szorzás, osztás a kedvenc feladat típusa. Nekem nem volt olyan nagyon nehéz. Néha egy kicsit megakadtam, de a szüleim segítettek. És hogyan lehet felkészülni egy ilyen versenyre?
Hát órán is gyakorlunk, meg hatodik órában, meg otthon is szoktunk. És melyik része tetszik neked a matematikának? Nekem a szorzás, meg az osztás. A matek mellett a rajzot és az olvasást is kedveli. Történelmi személyekről olvas. Most nem nagyon szoktam, olvasásból szoktam ilyen történelmi személyekről. Miért pont ilyeneket? Meg szerettem őket. És mondjuk ki az, akinek már olvastad az életét, és úgy megfogod benne valami? Mátyás királynak az élete. A matematika versenyen tavaly is szerepelt, de az idei a jobbik eredménye. A versenyzéstől rutinosabb, ügyesebb, precízebb lett.